Sziasztok, Zalán vagyok, köszöntök a csatornán, a mai videón ezt a Nemzeti Sport Extra magazint fogjuk megnézni, aminek az ára 600 forint. Ez egész jó vételnek számít már. Látod, hogy kapsz hozzá egy matricás albumot, ami ugye eleve 500 forint, szóval szeretném gyűjteni matricákat, akkor ezt érdemesebb megvenni szerintem, mert akkor lesz egy Franco magazinod is mellé, mert akkor nézzük, mit is tartalmaz. Így ki is bontom. Oké. Megvan. Itt is feltépem. Oké. Most kiveszem a magazint és az albumot. Itt van maga az album. Ez a magyar. Ezt együk félre addig. És nézzük meg a magazint. A kezdő oldalunkon, mint látjátok, rajta van Szoboszlai Dominik. Vagyis a címlapon egyből. Akkor nézzünk gyors vele. Itt van Ronaldo. Ez mind poszter lesz. Van egy Ronaldo poszter, ami nagyon jól néz ki. Itt van hátul a portugál logó. Itt van Kevin De Bruyne. Beállítottam nektek, hogy lássátok. Szoboszlai. Kylian Mbappé. Lewandowski. Nagy Ádám. És Álvaro Morata. Itt van Gulácsi, és a magyar poszter, majd kiszedjük és megnézzük egészbe, addig lapozgassunk bele, itt az angol, válogatott, kezdő 11, itt van Olaszország, Franciaország, Spanyolország, németek, ugye portugálok, ez a 2016-os emlékposzter, ugye, itt vannak a portugálok, a másik fele, a németeknek is a másik fele. Ezt lapozzuk át, és akkor kiszedjük a végén. Itt van a magyaroknak is a második fele. Ibrahimovic, Frankie de Jong, Salai Roland, Harry Kane, Manuel Neuer, Willi Orbán, Luka Modric, és Szali Ádám a végére. Igen, innen kitépjük az egészet. Oké. Megvan. Ez egész jól sikerült, nem szakadt el. Itt van az összes magyar játékos. Remélem látok mindenkit. Egész jól, bár a kép egy kicsit pixeles, kicsit homályos. Hát, hogy nézzük, mi van. Az angolok. Tehát ez kettő oldalas. Szóval azt hiszed ki, amelyiket szeretnék. Nyilván Magyarország megy előre. Itt vannak a olaszok. És a franciák. Akik ellen parádisat játszottunk. Szóval 1-1 lett Fiola góljával. És ezáltal pontot szereztünk az EB-n. Óriási bravúr. Itt vannak a németek, őket kéne most elverjük, hiszen ők elverték a portugálokat 4-2-re. Ha mi elvernénk őket, akkor talán tovább is juthatnánk. Itt vannak a spanyolok. És van még egy Portugáliánk. A végére. Emlékposzter. Az így néz ki. És itt van még, amit kapunk hozzá, egy matizás album. Kicsit sérült, mint látjátok. Nem lesz, ez úgyis csak másodlagos album lesz. Az előzőt azt töltjük rendesen. Ugye az osztrák album. Annyi a lényeg, hogy az osztráknak a kerete itt sárga, nem kék. Itt van Tim Sprav és Kufal. Ki van még hozzá? Na, van egy Fiola Attilánk, Romelu Lukaku, Glik és Robert Mark. Ebbe is lehet ilyen Coca-Cola-s matricákat gyűjteni. A matricás albumot most nem mutatom meg, hiszen az osztrákot mindjárt be fogjuk fejezni, hol lesz majd befejező videó. De a különbséget meg gyorsan mutatom nektek. Mint például, ugye, mindjárt itt van. Vannak, ugye csoportoknál vannak az örülős csoportképek, és ezek be vannak nyomtatva, nem mint az osztrák albumnál. Be kell ragasztanod, ez végül is több matricából áll, mint ez. Ennek köszönhetően ez áll mindjárt, megmutatom. 654 matricából, a másik az szerintem áll, az ilyen 704, ha jól emlékszem. Egész ez a Nemzeti Sport poszter magazin.
vagány kis poszterek vannak benne, de bármelyik kedvenc fotósádat ki tudod rakni meg országodat, hiszen egész jó poszterek vannak itt, mint mondtam. Ha tetszett a videó neked is, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz a csatornára, ha nem vagy. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!